Halli Papi Mami. Azt hiszem, hogy eljött az idő, hogy bevalljak nektek valamit, egy nagyon szörnyű titkomat. Brit tudósok szerint 6 férfiből 2, az 4. Én szoktam varni. Jó, mondjuk egy kicsit más jelent a srácoknál, hogy szoktál varni, hogy levarsz egy nőt. Még ezt értem, mi az, hogy levarsz egy nőt? Mit csinálsz vele? Beszúrod a tűdet? Vagy mi az, hogy levarsz egy nőt? Levarok egy csajt. Na mindegy, én tényleg szoktam. Ebben mind a két oldalról szoktam varni. Hú, most ebből hogy jövök ki? Na. Szóval, én nem tudom, de én nem dobálok ki mondjuk olyan ruhát, hogyha egyből elszakadt, meg így nem várom, hogy valaki megvarja. Tényleg előtt tudok venni egy tűt, meg egy cérnát, aztán ma gondolkodtam ezen, hogy te így befűzöd, nem, a tűbe a cérnát, meg átfűzöd, és akkor így megvarsz valamit. Tehát most azzal mi van? Hát csomószor, hogy megvartam ilyen dolgokat, már mit tudom, egy tépőzárat is, ilyen mit tudom, ilyen lámpának a, amivel összekötöd a lámpát, így elszakadt, vagy most elszakadt a, azért például ez a reflex labdámnak a tetején tök fasú volt megvarva, aztán így végigvartam az egészet, és akkor tök, tényleg most arról fogok beszélni, hogy varrok. Arra is kíváncsi voltam, hogy kidobtok-e minden ruhát, és akkor rögtön vesztek-e újat, vagy hogy van nálatok. Mert én például mondjuk ilyenekkel, hogy zokni, meg alsónadrág, én ezt így nem vagyok hajlandó, hogy egyenként így, nem tudom, így férfi létedre így bemész, és akkor nézegeted, hogy de jó ez az alsógatya. Nekem például csak fekete alsónadrágom van, és ugye nem ez a fecske, hanem ez a kicsit testhez simuló, de kisebb. Mindjárt megmutatom még. És hogy, mit tudom, hogyha nekem, én úgy vagyok vele, hogy már tényleg azokat, így az ember így, már így, jó, hát most már régiek, akkor kidobom, vagy kinyúltak, most nem fogsz ilyeneket már ezer éves ilyen szart, így hordok, meg zokni, így elszakad, hogy tényleg bemegyek, és akkor egyben veszek mondjuk ötöt, és akkor zokniból is veszek, vagy mit tudom, 5-6 pár zoknit, és akkor eljövök, hogy így, na, nyilván a pasik azok, hát a fiatalok kapják a mamától, meg a nagymamától, de ugye azért éves korban ugye elmész, és akkor megveszed magadnak ezeket a dolgokat. De hát ugye egyenként egy férfi mondjuk nem vásárol mondjuk alsónadrágot, szerintem, hogy hú, ez de jó ez az alsónadrág, ezt lehet, hogy most megveszem, mint a nők, ugye, hogy tényleg egy szép, egy szexi bugyi, meg fehér nemű, meg melltartó. És hát ugye mi sokkal célirányosabban vásárolunk is szerintem, illetve én abszolút, tehát én mindig tudom, hogy mit szeretnék éppen venni, elmegyek és akkor megveszem, ami nagyon ritkán van, hogy én is így körbenézek, de ettől függetlenül, hogyha nekem van ilyen valami ruhadarab, azt én így szoktam így alakítgatni, nem tudom, csak belőle edzős pólót mondjuk, amikor lefogytam ugye 12 kilót, akkor rengeteg pólón maradt, ami úgy nézett ki, mint egy zsák, aztán hát igazából most már az majd edzeni se tudok benne, mert tényleg akkora, mint egy zsák. Kíváncsiak a ti ilyen vásárlási szokásaitokra, vagy hogy ti szoktatok-e varni? Jézusom! Jó, hát ne haragudjatok, mindenkinek vannak titkai, szóval így nekiállok, és elkezdek varni, amikor így unatkozom. Nem egyébként. Tegnap azért jöttem, és úgy elájultam komolyan, mint akit így fejbe vertek. Szóval nagyon brutál, így nem is emlékszem, hogy mikor aludtam már így el, ilyen, mert nagyon rossz alvó vagyok, de úgyhogy 15 éve nem aludtam, mert úgy is nézek ki, mint egy ilyen panda. És basszus, hazajöttem, és így beájultam az ágyba, így még volt valami gondolatom, aztán kész, és egész éjszaka álmodtam. De ilyen iszonyat baromságokat tényleg. Tehát végig álmodtam a hülyeséget. És ilyenkor meg tök szar, mert úgy ébredsz, hogy össze vagy így törve, így annyi baromságon járt az eszed. És vissza se tudom idézni, így álmodtam valami Star Wars-osat, meg időutazósat, meg valami ilyen konténerben voltunk, ami így zuhant le valami helyen, és ott egyik dombról a másikra átugratott, meg pú, össze, nagyon sok mindent álmodtam, és hülyeségeket. Lehet, hogy azért, mert pont, hogy pont arról beszéltem, amikor még melóztam, hogy úgy
Az álomban az álom, meg nem tudom, ezeken gondolkodtam. Na jó, mindegy. Na, megyek, feladok egy csekket, hú, micsoda információ ez nektek, nyilvánvalóan. És akkor jövök ma, megpróbálok még egy-két vlogot összehozni. Van témám, ilyen hosszabbra nyúló témáim is vannak. Most egy kicsit már fújok. Ma meg megyek megint edzést tartani, úgyhogy hát nem nagyon haladok mostanában, de hú, igyekszem. De egyelőre úgy tűnik, hogy nagyon jól alakul az életem, és lesz benne talán egy olyan váltás, ami nagyon meg fogja változtatni az egész életemet pozitív irányba. Úgyhogy nagyon örülök, kamerát is szeretnék venni újat, erről is majd beszélek. Na, papi, mami.